Köszöntöm nézőinket! Önök közéleti magazinunkat látják, Deli Kinga vagyok. Nézzük, mit kínálunk a mai műsorban. 323. születésnapját ünnepelte Tolna megye. Iskolafoglalóval kezdték az évet a szakképzési centrum tanulói. Beteg kislányuk gyógykezelésére gyűjt a család. A megyerendszer kiállta az idők próbáját és felkészült arra, hogy visszakapjon olyan feladatokat is, amelyeket korábban is ellátott. Többek között erről is beszélt Fehérvári Tamás, a megyei közgyűlés elnöke a Kölesden megszervezett idei megyenapon. Az esemény kapcsán adták át a közgyűlés díjait is. Minden esztendő szeptember 1-e az oktatási év kezdete mellett Tolna megyében a megyenap eljövetelét is jelenti. Ez az a dátum immár 323 esztendeje, amikor Tolna vármegye pecsét használati jogot kapott első Lipót királytól, és ez az az alkalom, amikor a Tolna megyei közgyűlés a megye fejlődéséért és az élet számos területén kiemelkedő munkát végzőket elismeri. A megnyitó beszédében Fehérvári Tamás a közgyűlés elnöke többek között arról is szólt, a megyerendszer felkészült arra, hogy újra ellásson olyan feladatokat, melyeket a korábbi esztendőkben már ellátott. Például egy ilyen rendezvényt, amikor megszervezünk mondjuk egy megyenapot, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok település képviseltetni kívánja magát. Most is voltak már olyanok, akiket egyszerűen a helyhiány miatt, meg az időrendi sorrendiség miatt nem igazán tudtuk már fogadni. Ez mindenképpen örömmel tölti el az embert, mert amiért dolgoztunk, hogy ez a megye, a 109 település egy közösség legyen, ez úgy néz ki, hogy most már összeállt. És emögött meg ugye a leglényegesebb az, hogy számíthatunk egymásra. Lehetnek közös céljaink, és lehetnek közös elképzeléseink a jövőre nézve, és azt gondolom, hogy 1000 éves a megye. Megszüntethetetlen, van létjogosultsága. Ugye volt egy nagy vágás a megye életében, amikor számtalan feladatát és funkcióját elvesztette. Azt gondolom, hogy annak politikailag indokolt volt a történése. Most jelen állás szerint viszont egy fordított folyamatnak kell a megyéknél előkerülni. Megpróbálunk mi is, és ahogyan figyelem a megyei vezetők, a megyei elnöktársaim, szintén próbálnak lobbizni annak érdekében, hogy a megye visszanyerje a nagy múltjához képest és annak tiszteletére a funkcióit. Ha ez sikerül, akkor ismét bizonyíthatjuk, hogy tudunk mindent. Nagyon sok olyan feladatot látunk el szerintem, amely feladat elmaradna akkor, hogyha nem lenne megyei szervezet. A másik dolog pedig egy olyan szintet képzünk, amely szint segíti a közvetlen kommunikációt, a közvetlen információáramlást, a kérések megjelenését, a pályázati lehetőségeket, és segítjük ismerve megye területét, eloszlását, népsűrűségét, iparosodását, stb. Tudjuk azt, hogy mi hol indokolt, hol nem indokolt, és ezt nem erőből, meg hatalomból próbáljuk mi megváltoztatni, hanem segítünk a tervezésben, javaslatokat teszünk arra, hogy mire lesz majd jövőben pénz, mire lesznek plusz források, mit lehet megoldani. A megye települései értik azokat a célkitűzéseket, melyeket programjaiban a közgyűlés megfogalmaz, mondta Orbán Attila alá. Hát ez a viszony oda-vissza működik. Mi is kimegyünk a településekre, a helyszínen tudakozódunk, hogy mire van szükség, átnézzük a projekteket, itt pedig ismét jó nagyobb körben találkozni velük. Úgyhogy az együttműködés az nagyon jó, és hát reméljük, hogy az ehhez hasonló események ezen csak tovább segítenek. Mindenképpen az elmúlt időszakban nagyon sok fejlesztés volt, ennek nagyon örülünk, szerintem pont jókor, mert amikor berobbantak a fejlesztések, és minden egyes település nagyot tudott előre lépni, akkor még nem gondoltuk, hogy nehéz idők is jönnek, úgyhogy pont időben sikerült ezeket a fejlesztéseket meglépni, pont a kis településeken, és hát reméljük, hogy ez majd visszatér
egy nehezebb következő időszak után. Jó volt az alapozás. Ha most kezdenénk el, akkor nagyon nehéz lenne, de mivel van egy jó alap, szerintem ez erre lehet a nehézségekben, úgymond a széltúvásos és a viharos időkben is támaszkodni. Nagyon fontos, hogy Tolna megye kapcsolatrendszere erősödjön a következő esztendőkben. Ez Zsiko Zoltán a lelnök gondolata, aki azt is hangsúlyozta, a térségben folyó beruházások erősíteni fogják ezt a fajta kohéziót. Azt gondolom, hogy a megye sikerességét és minden megye sikerességét az egyik legfontosabb, hogy meghatározza az a kapcsolatok. És azt gondolom, hogy nekünk ma Tolna megyében nagyon fontos feladatunk és felelősségünk az, hogy a különböző kapcsolatainkat jól tudjuk építeni és jól tudjuk használni, hiszen látjuk azt, hogy nagyon nehéz időszak előtt áll nem csak az ország, hanem azt gondolom, hogy Európa is, és ehhez összefogásra van szükség, és párbeszédre van szükség. Itt van Tolna megye egy különlegesen jó adottságú megye, azon túl, hogy mind a kulturális, a népművészeti, mind a hagyományőrzés, mind az ipar, mind a mezőgazdaság tekintetében azt gondolom, hogy kiváltképp jó adottságú megyéről beszélünk. Ugye azt is látjuk, hogy itt van a Paks tőlünk nem olyan messze, közben épül a Paksot Kalocsát összekötő Dunahíd, és ez a Dunahíd is azt gondolom, hogy jól szimbolizálja a kapcsolatainkat, hiszen azok a területek, amik korábban nehezen voltak megközelíthetőek, azok most gyakorlatilag néhány kilométeres távolságra és néhány perces távolságra lesznek tőlünk. Én is ezt a munkát igyekszem segíteni, így Tolna megyei alelnökként és adott esetben a Kalocsai Innovációs Központ vezetőjeként. Úgyhogy azt gondolom, hogy a jövőben még fontosabbak lesznek a jó kapcsolatok, és ezeket a jó kapcsolatokat, ezeket ápolni kell és gyarapítani annak érdekében, hogy Tolna megye tényleg előre menjen és ne hátra. Az ünnepségen felszólalt Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő, aki arról is beszélt, a megyerendszer kihívásai nem változtak az idők során. A megyének a kihívásai hasonlóak, mint az elmúlt évtizedekben vagy évszázadokban. És a megyei önkormányzatnak is elsősorban az a feladata, hogy az itt élő emberek, az itt meglévő önkormányzatoknak a tevékenységét koordinálja, és sokszor betöltse azt az űrt, amit esetlegesen állami hivatalok vagy a közigazgatás más szervei nem tudnak ellátni, és figyeljen oda olyan értékekre, olyan értékes emberekre, közösségekre, amelyekre esetlegesen a rohanó világban mi nem tudunk odafigyelni. És ezt a munkát az elmúlt években, sőt évtizedben is nagyon jól végezték, és örülök annak, hogy az idén is olyan díjazottakat állítottak elénk, akik méltán kapták meg az elismerő címeket, mindannyiuknak gratulálok. Az idei esztendőben is, mint mindig, ezen a napon adják át a megyei kitüntető címeket. A legrangosabbat, a Tolna megyéért díjat idén a Katasztrófavédelmi Igazgatóság vehette át. Soha még nem kaptunk ekkora elismerést. Tolna megye legnagyobb közülés által odaítélhető díja ez. Álmodni nem mertem volna róla ezt valaha is kiérdemli a közösségünk. Én azt gondolom, hogy voltak, akik észrevették azt a munkát, amit elődeim sok-sok évvel ezelőtt megkezdtek. A munkatársaim végrehajtottak, és engem ér az a megtiszteltetés, hogy átvehetem ezt a díjat. Nekünk a legfontosabb Tolna megyei lakosság védelme, Tolna megyei tüzek megelőzése, a műszaki mentések végrehajtása, és ehhez jöttek új feladatok. Vízügyi hatósági jogkör, kéményseprőipari tevékenység, amely ugyancsak a lakosság egyrésztről kiszolgálását, mint szolgáltató közigazgatást biztosítja, másrésztről pedig a védelmét, az élet és az egészség védelmét szolgálja. De meg kell említenem azt, hogy a katasztrófavédelem szervezete kivette a részét a világjárvány elleni küzdelemben is, és itt főleg abban a szállítási feladatokban, a regisztrációban, adatbázisok kezelésében, valamint ugye az ukrán-orosz háború menekültjeinek elhelyezésében. A Tolna megyéért díj mellett a kultúra, a sport, a gazdaság és az egészségügy területén kiemelkedő nyújtók vehették át elismeréseik. Idén is iskolafoglaló projekthéttel kezdődött a tanév a Tolna megyei szakképzési centrumhoz tartozó iskolákban. A tavaly elindított kezdeményezés pozitív eredményeket hozott, így az intézmények oktatói idén is színes, az iskolába, közösségbe való be, illetve visszaintegrálódás segítő programokat szerveztek a gyerekeknek.
Különösen nagy hangsúlyt fektettek az új diákok beilleszkedésének megkönnyítésére és a közösségek megerősítésére. A tavalyi évhez hasonlóan idén is iskolafoglaló projekt héttel kezdték meg a szakképzési centrum tanulói a 2022-23-as tanévet. A dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégiumban az egyik feladat egy különleges tabló elkészítése volt. Számomra a képzőművészet egy nagyon fontos része az életemnek, és azért külön örülök neki, hogy így a szobrok is kicsit bele vannak csempészve az iskolai életbe, és egyébként egy nagyon kreatív programnak tartom, ami tényleg összehozza az osztályt. Azt tetszett a tavalyi programban, hogy megismerhettem osztálytársaimat, tanáraimmal, találkozhattam, beszélgethettem így velük tanórákon kívül, és megismerhettem az iskolának a közösségét. Én azt várom ettől a projekttől, hogy könnyebb lesz visszaszokni az iskolai kerékvágásba, és talán a tanulásnak is könnyebb lesz így nekiállni. Lőce Tibor az iskola igazgatója elmondta, hogy a Projekt Hétnek tavaly is nagy sikere volt. Amellett, hogy a diákokat kicsit visszaintegráljuk a közösségbe, erősítsük az osztályközösségeket, pláne ez az új belépő diákokra értendő, tehát a számukra ennek különösképpen fontos. Az mellett a tudásfejlesztés, a különböző kompetenciák fejlesztése, a sport tevékenységek, a mindennapos testnevelés, vagy mondjuk a környezettudatosság, a fenntarthatóság, az olyan módon van ebbe beépítve, hogy akár különböző kirándulások, vagy vetélkedők, szabadulószobák, sportversenyek köntösében van egy kicsit bebújtatva. Tehát így integráljuk vissza a diákokat az iskolában. A tavalyi évben ez egy elég jó kezdeményezés volt, a diákok jól fogadták, minden napnak van egy tematikája. Tehát van kirándulós napunk, van szabadulószobás napunk, és a napi programokon kívül van egy nagy projektünk. Ez tavaly úgy nézett ki, hogy a város a bűvelődési háza előtt a város színeibe öltözve a diákok egy ilyen közös táncot adtak elő a tanáraikkal együtt. Tehát kb. 500 ember táncolt egy előre betanult koreográfiát, egy előre lejátszott zenére. Most pedig úgy néz ki, hogy a mai napon, a projekt hét első napján a városban levő 27 szobor közül mindenki húz egyet egy kalapból, és ebből a szobatból felkészül olyan módon, hogy mindenféle információt a szobat keletkezéséről, miért van ott, ki csinálta, stb. Ezt ebből felkészülnek. Tehát ez a tudás része úgymond, illetve ezt a szobrot az utolsó napra élő szobor formájában megvalósítják, amihez használhatják saját magukat, illetve eszközöket is használhatnak. Tehát ez lesz a végül a projektnek a terméke. Az iskola igyekezett olyan programelemekből összeállítani a hetet, hogy az a diákok számára a maradandó élményt és tudást is adjon. Nem csak az Apáczaiban zajlanak ezek a programok, hanem a város teljes területén, tehát van egy ilyen napunk, ami a múzeum látogatásoknak a napja, itt 4 különböző múzeumban fogunk elmenni a diákokkal, illetve az utolsó napon, a pénteki napon Szentrőszabolcs hegymászónak lesz egy előadása a művelődési házban, ami szintén nyitott a teljes város számára. A Bonyhádi Percelmor Technikum és Kollégium 9-es diákjai a gólyatábor keretein belül kezdték meg az iskolafoglaló projekthetet. Körülbelül 80 gólyánk van, 4 osztályban, különböző szakmacsoportokkal, és szép lassan formáljuk őket afelé, hogy egy összetartó, jó kis közösség legyen. Hogy tényleg igazi, régi értelemben vett jó emberi kapcsolatokat tanuljanak, és ezt úgy tudjuk elérni, hogy hátrahagyják a mobiltelefont, hiszen minden egyes foglalkozásnál körbe gyűjtjük egy kis dobozba, megőrizzük, vigyázunk rá. És a játékokon, munkatársainkon, a gólyapásztorokon keresztül pedig olyan játékokat mutatunk nekik, amik élmény, tapasztalat, kihívás, együttműködés, kreativitást igényel. Az eső egy kicsit megtréfált minket, programokat is kellett áthelyeznünk, de látom a csiszolódást, hogy már egyre több ismerettség van, egyre több beszélgetés van. A gólyapásztorokhoz is nagyon sokszor ennek hozzá, úgyhogy ha esetleg valami probléma fölmerül, azt legtöbbször már ők oldják meg, de a jó hangulat ezt mindig megoldja valahogy.
Cingeli Rudolf az iskola épületgépészeti osztályában kezdi majd meg a tanulmányait. Jól érzem magam, és fontosnak tartom, mert így megismerhettem az osztálytársaimat, és nem az lesz, hogy elsőn bemegyek az iskolába, és akkor nem fogom tudni, hogy ki kicsoda, nem fogom tudni a neveket, hanem itt megismerkedek már mindenkivel. Különleges feladat volt például a Recycling Design divat bemutató. Én a szarvakat csinálom, ennek meg ennek. Én ezt csinálom. Tudsz mozogni? Egyik csapata Szörnyerté főhőseit alkotta meg, mások a Minionokat, vagy a különleges kék sündisznót, Sonicot hívták életre. Engem elég kék. Maga a név mutatja, hogy újrahasznosított formatervet kell valamit létrehozni a diákoknak. Minden csapat kap egy szelektív hulladékcsomagot, amiből az általuk kisorsolt mesefigurákat vagy mozihősöket kell elkészítsék két-két diáktársukkal, és a dizájn természetesen úgy teljes, hogy egy bemutatót is kell tartani, ahol fel kell vonultatni a két beöltöztetett csapattársat, és egy harmadik csapattárs pedig mint egy konferencié a divat bemutató megmutatja a részleteket is, hogy ki hogy néz ki. Ez a feladat nem csak azért fontos, hogy felébressze a gyerekek kreativitását, de környezettudatosságra is neveli őket. A iskolánk ökoiskola, most már az örökös ökoiskola címet is elnyerte, és hát ezt folyton meg kell újítani, és a 9-eseknél meg kell erősíteni, hogy számunkra a környezettudatosság fontos érték, mindezt játékos formában tesszük. A Tolna megyei szakképzési centrum Percelmor technikum és kollégiumában a szeptember 5-i héten is folytatódik az iskolafoglaló projekthét, ahol már nem csak a 9-esek, hanem az intézmény összes tanulója részt vehet a kreatív játékokon. Évekig tartott gyógykezelésre van szüksége az agybénulással szenvedő Deák Laurának. A 3 éves kislánynál pár hónapos korában diagnosztizálták a betegséget, az orvosok szerint jelentős változása nem lehet számítani a kicsi állapotát illetően, a szülők viszont nem adják fel, hiszen a folyamatos terápiáknak köszönhetően, még ha kis mértékben is, de javulást tapasztalnak Laura szellemi és fizikai állapotában. A 3 éves Laura a lépéseket gyakorolja az édesapja által készített pályán, önállóan nem képes a járásra, és beszélni sem tud még, jelentősen le van maradva hasonló korú társaitól. A kislánynál pár hónapos korában diagnosztizáltak agyi bénulást és egy agyvérzést, emiatt lassult le a testi és a szellemi fejlődése is. Az édesanya azt mondta, normálisan zajlott a várandósága, semmi sem mutat arra, hogy a későbbiekben baj lehet. Elkezdtük a dévénytornát, oda jártunk majdnem egy évig dévénytornára. Ott nagyon jól elkezdett indulni a fejlődése Laurának, mert beindult a mászása a kislánynak a dévénytornától, és akkor utána találtuk meg ezt a szexuális fizioközpontot, ahova még a mai napig járunk, és ott is nagyon jó fejlesztést kap. Kapja ezt a faferotot, és kapja a teratoxot, az egy ilyen ruhás torna vagy terápia, amit kap a kislány. Sajnos ott sérült a Laurának az agya, ami ugye mozgatja a kezünket, lábunkat, az értelem, ugye mind kevés a szürke állomány neki az agyába, és azt mondta a doktor úr, hogy ami nekünk normális, azt a kislánya meg kell tanítani. Igazából nem sok jót mondtak az orvosok, vagyis Pécsen nem sok jót mondott a doktor úr. Azt mondta, hogy lehet, hogy a kislány nem is fog megtanulni járni, de ha meg is tanul járni, akkor csak segédeszközzel fog tudni közlekedni a kislány. Szóval nem tudjuk, hogy mi az, amit befogad az ő agya igazából. Nem tudjuk, hogy mi a befogadó képessége neki. A szülők heti szinten viszik Laurát terápiára, viszont ez nem elég. Folyamatosan keresnek az országban olyan fejlesztő centrumokat, ahol a gyermekük egészségügyi javulása biztosított lenne, viszont mindezek a lehetőségek komoly anyagi kiadást jelentenek a család számára, amit sajnos nem tudnak finanszírozni egy fizetésből. Szeretnénk Solymáron megpróbálni a borsóházat, mert nagyon sok jót hallottunk róla,
és ott napi 4 órába kapná ezt az intenzív terápiát, ami úgy zajlik, hogy havonta 1 hét lenne a fejlesztés, minden hónapban 1 hetet kellene Solymáron fent lennünk a borsóházba. És akkor délelőtt 2 és délután 2 óra terápiát kapna a kislány. És akkor mellette még folytatnánk ugye a fizioközpontot Szekszárdon. Az is van egy szinten tartunk, ami heti 1 alkalom, és akkor minden 6. héten van egy intenzív hetünk. Ennek a költsége hát igen, elég magas. Hát úgy van, hogy a fizioközpontban az 90 perces terápiánk az 12 000 forintba kerül, ami intenzív hét, ami egy hét, az 59 000 forint. Solymáron a borsóházban 180 000 forint egy hét, ami csak maga a terápia. Ugye ott is kell lakni, és az is plusz költséges, mert 50 000 forint maga a szálló, ahol ugye el leszünk szállásolva, és mivel nem TB támogatott, ezért ugye a kislány étkezésre fog kapni, ezért ezt is meg kell oldanunk nekünk. Voltunk az állapot felmérésen a borsóházba, és ott azt mondta a doktor úr, hogy hát doktor úr manuál terapeuta volt, aki felmérte, vagy csinált neki állapotfelmérést, és ott mondta, hogy egy hét után meg tudja nekünk mondani, hogy mire van szüksége a Laurának. Az orvosok azt mondják, erre az állapotra nincsen gyógyszer, fejlesztéssel lehet elérni bizonyos fokú előrehaladást, de biztosat ők sem tudnak, hiszen nem találkoztak még ilyen esettel. A terápiák pedig havi szinten is 100 000-es nagyságokra rúgnak. A kajdacsiak már összefogtak a családért, és egy falunap keretein belül majd 100 000 forinttal járultak hozzá a kislány kezeléseihez. Ehhez a mozgalomhoz csatlakoztak a környező települések lakosai is. Ahhoz viszont, hogy a gyógykezelések folyamatosak maradjanak, havonta lenne szükség támogatásra. Ebben segít neki Kovács Ildikó, a Bikácsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. Úgy gondoltam, hogy nekünk ebbe segítenünk kell. Én nem hirdettem, nem tettem nyilvánosság elé, hogy gyűjtésbe kezdünk a családnak. Folyamatosan Bikács településen megkezdtem a gyűjtést, és házról házra mentem, közben füzetcsomagokat osztottam a gyerekeknek, és a szülőket megérintettem, hogy tudnának-e segíteni ebben. És el kell, hogy mondjam, nagyon büszke vagyok Bikács településre, mert ahhoz képest, hogy egy kis település vagyunk, 119.500 forintot tudtam áthozni a családnak, amit nagyon nagy örömmel fogadtak, mert ugye elég nagy baj ez, amiben ők vannak, de a mai világban ezek a nehézségek még jobban megszomorítják az embernek az életét, mindenki nehézségekkel küzd. Amiben lehet innentől kezdve, én megpróbálok nekik segíteni. A kis Laura kezelésének összegét a család bárhogy is spórol, nem tudja kigazdálkodni, ezért bármilyen felajánlást szívesen fogadnak. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!